Szlávik János elmondta a Dél-Pesti Centrum Kórházban, gyakorlatilag minden a koronavírusos betegek számára fenntartott ágy tele van, és nagyon sokan vannak az intenzív osztályon is. Hallom, hogy az egész országban sajnos egyre több beteg kerül kórházba, egyre több beteg kerül intenzív osztályra és sajnos lélegeztetésre, fűzte hozzá. Kitért arra is, eddig ritkának számított, hogy a betegség egy egész családon átvonuljon egyszerre. Ma viszont már gyakori, mert az új mutáns vírusvariánsok nagyon könnyen terjednek emberről emberre. Szlávik János hozzátette, ez okozza az esetek számának felfutását és azt is, hogy egyre fiatalabbak a kórházba kerülő betegek. A szakember szerint 10-15%-kal súlyosabb tüneteket okoz a brit mutáns, ami most Magyarországon pusztít. Hangsúlyozta, hogy most nagyon komolyan kell venni a védelmi intézkedéseket és a védőoltást, ami úgy tűnik, hogy hatékony a mutáns ellen is, minél több embernek kell beadni. Szlávik János mindenkit arra bíztat, hogy regisztráljon a kormányzati honlapon, hogy megkaphassa az oltást. Hozzátette, hogy már több mint 1 millió embert oltottak be, de ahhoz, hogy a járvány csituljon, legalább 2-2,5 millió embert kell beoltani. Folyamatosan zajlik az oltás, 1.047.045 fő a beoltottak száma, ebből 314.485 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma. A kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról, amelyek hétfőn léptek életbe. 6.494 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 475.207 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 158, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16.146 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 338.946 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 120.115 főre emelkedett. 8.270 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 833-an vannak lélegeztetőgépen.